A magyar gasztronómiáról azt gondolom, hogy dinamikusan fejlődik. Egyre több séf ismeri föl, hogy jó a magyar konyha. Nagyon sok jó séf van most Magyarországon, és nagyon sok jó étterem. Mi a magyar gasztronómia? Az a szerencsés nemzet vagyunk, hogy volt gasztronómiánk, van gasztronómiánk, és nagyon remélem, hogy lesz is gasztronómiánk. Szerintem a magyar gasztronómia egy rendkívül erős identitással rendelkező konyha, ami még arra vár, hogy igazán meg tudja magát mutatni. Egyre több séf ismeri föl, hogy jó a magyar konyha. Nagyon-nagyon nagy múlttal rendelkezik, nagyon-nagyon sok receptúrával, receptbázissal, illetve emlékkel rendelkezik. Magyarán ezáltal könnyebb is talán meríteni belőle. Ízben gazdag konyha a magyar, és én ezt szeretem a legjobban. Az erősségeinek mindenképpen az ízgazdagságot mondanám, és a fűszerességet. Ez azt sugallja, hogy egy magabiztos nép az, aki ilyen ételeket készít. Eleve van stílusa, vannak hazai olyan receptek, olyan ételek, olyan fűszerek, amik meghatározzák és jellemzővé teszik a magyar konyhát. Óriási potenciál van benne, és az elmúlt 10-15 évben óriásit fejlődött, és nem csak a magyar gasztronómia, hanem a vendégek is sokkal edukáltabbak lettek. Igazából inkább a közösség az, ami változik. Sokkal nyitottabbak az emberek, és sokkal nagyobb a hajlandóság arra, hogy az emberek úgymond felfedezzenek. A kreativitás az egyik legfontosabb alapelemünk, és ugye az alapanyag, ami szerintem nagyon, nagyon ki kell emelnünk, és nagyon arra kell építkeznünk. Vannak különlegességeink, amelyek most már bejárták a világot, úgy gondolom, tehát a libamáj, a bor, esetleg a mangalica, illetve azok a magyar fajták, állatfajták, amelyek valóban megérdemlik azt, hogy megemlítsük őket, illetve hát az édesvízi halak. Részemről az erdőkben és mezőkön megtalálható vadnövények is, ezek, hiszen ugye ezzel ugyanúgy le tudjuk írni a terroárt, ahol létezünk, ahol lakunk. Én nagyon szeretem a magyar konyhát, és legfőképpen azért, mert nagyon sokszínű és sokrétű. Szuper alapanyag az adott, de a vadhúsok, én azért szeretem a magyar konyhát, mert olyan vadhúsokban gazdag alapanyag tárház van nekünk, hogy az bármikor lehet már jót főzni. Ugye a magyar gasztronómia egy nagyon-nagyon erős alap rendelkezik. Ugye nekünk ezeket az alapokat kellene kihasználnunk, kiaknázni még jobban, visszatérni a hagyományokhoz, visszatérni azokhoz az elfeledett ízekhez, azokhoz az alapanyagokhoz, amit egy kicsit így háttérbe szorítottunk. Évszázados kultúrával, tehát nagyon sok receptúrával rendelkezik konyha, tehát ugye van miből meríteni, tehát van mihez visszanyúlni, van miről sztorizni. Szerintem az erőssége most az, amit én képviselek, a hagyomány. És a hagyományt most felkarolták, ugye a Covid után ugye mindenki próbálta a magyar vendégeket megtalálni. Szerintem az igazi érték a magyar gasztrómiában az a hagyománynak a tisztelete, és hogy attól nem rugaszkodunk el túl messzire, viszont még mindig meg tud újulni. Ma egy külföldi számára az új magyar konyha nem azonosítható azzal a magyar gasztrómiával, amit mi ismerünk, hiszen ő ezt nem ismeri, keveset jártak ide. Ő, amivel ma találkozik, az egy sokkal kifinomultabb, sokkal érzékenyebb konyha, és ez ad lehetőséget arra, hogy sokkal érdekesebbek, innovatívabbak legyünk. Tehát nem ragadt le a magyar, az új gasztrómia, a kortárs gasztrómia, nem ragadt le a magyar hagyományos konyhánál. Erősségünk az talán a fiatal, lendületes, feltörekvő pályakezdő és már-már benne lévő erő, itt a szakácsoktól a felszolgálókig, nagyon színes a paletta. Én szerintem egyre több a magabiztos kezű séf, tehát tényleg vannak nagyon-nagyon elszánt és jó ízlésű séfek, akik most már picit próbálnak arra, hogy tényleg az ízek a legfontosabbak ugye a konyhában. Nyilván, hogy stimmelnie kell a vendég szeretetnek, tehát a vendég légkörnek, a kávénak, a borlapnak, de a legfontosabb az, hogy a tányéron az íz, hogy az fantasztikus legyen. Nagyon sok jó séf van most Magyarországon, és nagyon sok jó étterem. És abban a régióban, ahol mi is vagyunk, Budapesten, azt gondolom, hogy minden vendéglátós azon dolgozik, hogy minél jobban megismertesse a magyar konyhát, minél jobban elfogadtassa azt, hogy a magyar konyha egy ízebben gazdag konyha. A mi erősségünk a folyamatosság, tehát a ezredik borjúpörköt is legyen, mint az első, és aki bejön, az tudja, hogy mit fog kapni. Tehát, és a kollégák, ugye évtizedek óta velünk dolgozó kollégák. Mi egy csapatban vagyunk, egy kerek egész. Hogyha valaki hiányzik, a valami sántít ad ebbe a dologba, akkor ez már nem tud működni. A magyar gasztronómia, én úgy gondolom, hogy alapvetően a magyaroknak szól, a magyar vendégeknek, és egyre több magyar vendéget kell
becsábítanunk az éttermeinkbe. A megfelelő árérték arányjal, tehát minőségi dolgokat kínálni olyan szinten, olyan felszolgálással, olyan környezetbe, hogy visszajöjjenek és szeressék.